Pakusza Zoltán lesz a Mi Hazánk mozgalom polgármester jelöltje Miskolcon, jelentette be Fülöp Erik a párt képviselőcsoportjának vezetőhelyettese Diósgyőrben. A tájékoztatón elhangzott, mindenféle együttműködést kizárnak a balliberális pártokkal és a Jobbikkal is. A legnépszerűbb ellenzéki képviselő arról beszélt, a városért szeretne dolgozni átláthatóan, korrupciómentesen, ahogy eddig is tette. Szolgálatával szeretne valamit visszaadni Miskolcnak abból, amit kapott. A Mi Hazánk mozgalom számára Pakusza Zoltán a legalkalmasabb arra, hogy megmérettesse magát polgármester jelöltként az őszi önkormányzati választásokon. Ezt a párt országgyűlési képviselőcsoportjának vezető helyettese jelentette ki mai sajtótájékoztatóján. Fülöp Erik azt mondta, Pakusza Zoltán képviselőként már két ciklusban is bizonyított. Zoltán úgy gondoljuk a legalkalmasabb jelöltünk a Mi Hazánk mozgalom számára, hiszen az elmúlt 8 évben nagyon sokat tett, vagy 9 évben nagyon sokat tett már Miskolc városáért, önkormányzati képviselőként. Pakusza Zoltán azt mondta, az értékalapú politizálásban hisz. Nem a valami ellen, hanem a valamiért való munkában. A perecesi városrész jelenlegi önkormányzati képviselője, aki a Jobbikból kilépve lett a Mi Hazánk mozgalom politikusa, azt hangsúlyozta, az elmúlt 9 évben semmilyen közéleti vagy korrupciós botránya nem volt. A választóközben minden egyes adóforinttal elszámoltam a választóim felé. Azt, hogy mire költöttem a képviselői alapot, azt szórólapon szinte minden egyes háztartásba eljuttattam. A saját béremelésemet 2 évvel ezelőtt leszavaztam, majd utána többség jóvoltából megkaptam. Ennek egy jelentős részét jótékonyságra fordítottam, illetve azoknak a közmunkásoknak adtam oda, akik jól dolgoztak mind a 2 év végén. A polgármester jelölt sajtótájékoztatóján azt mondta, a miskolci önkormányzati választás 3 szereplős lesz, amelynek egyik pólusát Kriz Ákos és csapata, másik pólusát pedig Veres Pál és a mögötte összeálló, jórészt balliberális oldal alkotja. Sokszor ugyanazokkal a politikusokkal, akik 2002 és 2010 között már irányították a várost, ahol ezen időszak alatt megfigyelhető volt az elvándorlás, az alacsony bérek, az avasi fészekrakók megjelenése, de még kórházbezárás is fémjelezte az időszakot. 16-os önkormányzati körzetben el fogok indulni, hiszen ott önkormányzati képviselőként szeretném folytatni azokat a feladatokat, amelyeket már ugye eddig is elkezdtünk, akár mondjuk az utaknak a fejlesztése, hiszen 5 év alatt 7 utca újult meg, akár itt a lakcímkártya kérdésnek az ügyeit. Viszont a többi körzet esetében még személyi döntések nem születtek, amint lesznek, akkor azt a sajtó nyilvánosságára fogjuk hozni. Végül Fülöp Erik arról beszélt, hogy a Mi Hazánk mozgalom teljes mértékben elhatárolódik attól az összellenzéki, egyesült balliberális oldaltól, amelynek a Jobbik is tagjává vált. Így velük semmiféle koalíciós partnerséget nem szeretnének kialakítani. Nagyon sok helyen a jelenlegi Fidesz hegemóniát úgy próbálják meg megtörni. Ez a fajta szivárvány koalíció tagjai, hogy mindenféle álszervezetek mögé bújnak. A civil szervezetek vagy egyesületek mögé bújtatott pártpolitikát és politikusokat a választópolgárok látják és el fogják ítélni ezt a fajta mentalitást, hangsúlyozta Fülöp Erik.